A Demecseri Gimnázium 1963. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit egyetlen osztállyal. Az eltelt 60 esztendő alatt az intézmény számos név és fenntartó változáson esett át, a beiskolázási körzet azonban változatlan, a környező települések diákjai választják legszívesebben a Rétközi Város középiskoláját. A jelenlegi tantestület célja, hogy az itt tanuló diákoknak stabil értékrendet adjanak át. Az épület több felújításon esett át, így minden lehetőség adott ahhoz, hogy kiváló körülmények között tanuljanak a diákok. A 21. századnak megfelelők a technikai lehetőségek, interaktív táblával, interaktív panellal vagyunk ellátva. Most lett egy nagy felújításon, most ment át az intézmény, külső szigetelést kaptunk, ablakcserét és napelemet. Az ünneplőket köszöntötte az iskola egykori igazgatója, Kaskó Sándorné, aki kiemelte, elismerésre méltó, hogy az intézmény minden nehézség ellenére ma is működik. Bódis Rudolf 1963-tól kezdve több mint 30 éven át tanított az iskolában. Mindenki arra ment, hogy megkedveltesse az iskolát, és elősegítse a továbbtanulásukat, vagy illetve az életbe való szereplésüket, hogy tudják folytatni. Mindent megtettek értük. A szülőkkel való kapcsolattól kezdve az utolsó délutáni tanulószobáig foglalkoztak a gyerekekkel. A kisvárdai tankerületi központ igazgatója, Pásztor Gyula Csabáné is itt végezte gimnáziumi tanulmányait, és büszke arra, hogy az intézményben töretlen kitartással oktatják a környékbeli fiatalokat. A város polgármestere köszöntőjében elmondta, a gimnázium helyben biztosítja az érettségi bizonyítvány megszerzését, a munkaerőpiacra történő belépést. Rátkai Sándor 40 évvel ezelőtt érettségizett az intézményben, most hálával emlékezett az iskolában eltöltött évekre. Én azt gondolom, hogy az itt a gimnáziumban mindenki egy jó alapot ismerve tudta az élet különböző útjain tovább folytatni a pályáját, életét, és én büszke vagyok arra, hogy itt a Demecseri Váriemi Gimnáziumban kaptam azt az alapot a tanáraimtól, az intézménytől, amivel ideig eljutottam, ahol most tartok. Sesták Miklós, a körzet országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a környékbeli diákság számára biztos kapaszkodót jelent a 60 éves gimnázium. Az ünnepi műsorban az intézmény volt és jelenlegi diákjai közreműködtek.